A vidék új arculata. Van egy régi kínai mondás, miszerint a jáde csak akkor lehet hasznos műtárgy, ha gondosan faragják. A jáde faragást Tengcsong város Hehua községében örökítik és fejlesztik tovább. Hehua a jáde faragás első szülővárosa Kínában. 我从15岁就开始加工了，以前都是那个脚蹬手打的，到现在已经有30多年了。我们做的一般都是界面，我最满意的一件作品就是在1994年，我衔了一块料子，做了一犁界面嘛。当时的界面只是一元、两元一犁，但是我的这一犁界面我卖了260元，如果放到现在，我能卖到260万。 Tengcsong városa a jádefeldolgozás szülőhelye, a jádefaragás pedig a város ipari és gazdasági fejlődésének alapja. Az elmúlt években a térség mindent megtett, hogy dinamikusabb jádefaragást teremtsen. Hehua 医疗呢加工历史有 500多年。 现在从业人员的平均在3000到5000左右，都是采用前店后厂式的这种模式。 2020年的实现产值4亿多元。我是1989年从事这个医疗行业的，然后以前是在家里边做。 2012年，荷花镇为了做大做强这个产业，成立了医疗专业合作社。 同时呢，我们也进驻了这个医疗中心。我在这里经营了10年左右，总共是4个人，然后年平均销售额在15万左右。 Az elmúlt években olyan jádefaragó vállalatok alakultak ki, mint a Chunlin Jáde ékszerüzlet, amelyek új lendületet adtak a helyi jádefaragásnak. 我们一直都把珠宝茶叶定为后面的产业，一个小店呢。 它后面其实它是有很多人靠这个小店吃饭，解决了腾州上10万人的衣食住行和经济发展的一些实质性的问题。那么在实际雕刻当中呢，其实很多民雕师都把咱们中国的这些。Sok jádefaragó integrálta a hagyományos elemeket és Kína hagyományos kultúráját. Vannak tangversek, szongszi és történelmi utalások, sok-sok téma figyelhető meg a jádefaragásokban. A jádefaragás a kínai kultúra lelke és Kína fontos eleme gazdaságilag is.